Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 10-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban igazi program kavalkád várja önöket, nyáresti vigadalom musical, Majka és Curtis koncert, illetve művészkorzó. Első beszámolónkban az Öreghegyi Közösségi Ház nyáresti vigadalom koncert sorozatára látogatunk el. A Pécsi Nemzeti Színházból érkezett művészek Párizsi Éjszakák címmel sanzon műsorokkal mutatkoztak be a székesfehérváriaknak. Üdvözlöm Önt, Milord, üdvözlöm nálam, itt kint hideg szélsikort, itt tűzhely meleg, itt ne legyen bús, Milord, Ön menjen én velem, mindegy, ha bármit mond, csak őszinte legyen, én láttam Önt, Milord, de csak ment tovább, mint aki ott sem volt, úgy nézett rajtam át. Bársonyba bújtatott sanzon estel ajándékozta meg az Öreghegyi Közösségi Ház közönségét Györfi Anna és Kémindi Tamás. A két kivételes tehetségű művész a műfaj hazájába, Franciaországba, Párizsba kalauzolt el bennünket. A varázslatos Györfi Anna megidézve Edith Piaf csodáit repítette hallgatóit a Valaha Voltba, a Champs-Élysées fényeibe és a Bois de Boulogne árnyaiba. Székesfehérváron még nem léptünk fel, és szerintem a fehérvári nézők még nem tudják, hogy mi Kémindi Tamás harmonika művésszel egy összeszokott páros vagyunk. Körülbelül 2 éve ismerkedtünk meg a Pécsi Nemzeti Színházban az Edith és Marlene című produkció kapcsán, ahol Edith Piaf és Marlene Dietrich élete és barátsága van feldolgozva az előadásban, és Tamás a zenekarban játszik, én pedig a színpadon, bár nem Edith Piaf bőrébe bújok, hanem Marlene Dietrichébe, de itt találtunk egymásra, és elkezdődött köztünk egy ilyen gyümölcsöző munkakapcsolat, és igazából szerte körbe jártuk az országot ezzel a műsorunkkal, úgyhogy nekünk ez nem egy újszerű találkozás, hanem már évek óta így sanzonokkal próbáljuk szórakoztatni a közönséget. Miként lehet egy ilyen sanzon álmot megvalósítani? Az a helyzet, hogy nagy segítségünkre van egyrészt az, hogy kiváló magyar fordítások vannak a sanzonokra, tehát én sem az est során nem minden dalt franciául éneklek, franciául is fogok énekelni, de főleg túlnyomó részt magyarul, magyar fordításban, illetve hát a sanzonoknak a fő kísérő hangszere Párizsban, Párizs utcáin is a tangóharmonika, amely hangszeren Tamás kiválóan és mesterien játszik, úgyhogy azt hiszem, hogy az énekhang és a harmonika megadja ezeknek a varázsát és hangulatát. A felejthetetlen pillanatokhoz nagyban hozzájárult a kiváló harmonika művész Kémindi Tamás is, játékával megbabonázva szíveket, háborgó lelkeket, mélabus csodákkal csalt igazi mosolyt a nyáresti alkonyban a szépre nagyon is érzékeny zenebarátok arcára. Nagyon egyszerű dolgom volt, mert édesapám és nagyapám is ezen a hangszeren tanult, úgyhogy is játszott aktívan, úgyhogy rám is rámakasztották ezt a hangszert, azt mondták, családi anekdota az, hogy én szerettem volna, én ezt választottam. Erre nem így emlékszem, de ettől függetlenül ma már abszolút nem bánom, hogy ez a hangszerem. Az, hogy egy ilyen estén egy összeszokott csapattal érkezik, önök ketten, az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy itt Székesfehérváron is megismertessék ezt a műfajt, mert valljuk meg, hogy bármennyire is népszerű, azért itthon kevéssé figyelünk rá. Mi a különleges a sanzonban, a francia sanzonban, hiszen ez egy francia műfaj? Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legkülönlegesebb tulajdonsága az, hogy komoly mondani valójuk van általában a sanzonoknak, igényes költői megfogalmazású műfaj tulajdonképpen. Ez annak idején ugye a Franciaországból indult, és hát bejárta tulajdonképpen az egész világot, és ma már a világzenének egy olyan műfaja, ami szerintem elengedhetetlen, és bár azzal teljes mértékben egyetértek, hogy nem minden csapból sanzon folyik, de ilyen szempontból ez jó is, mert rétegzene, viszont én azt gondolom, hogy pont az előbb említett komoly mondani való miatt egy picit szerintem visszakalauzol abba a világba, ami a 20. század eleje, 19. század vége.
A Fanta Villa titkát ismerő teltházas koncert egyszerre mutatta meg, hogy a vészterhes járvány után az ember igenis képes újra szárnyalni, szeretni, nevetni, örülni együtt és tapsolni. Megtartották a Fame Musical bemutatóját a Vörösmarty Színházban. A darabot Hargitai Iván rendezésében láthatja a közönség. Fame, a hírnév ára korszakos musical bemutatásával kivételes feladatra vállalkozott a Vörösmarty Színház. Az előadás rendezője Hargitai Iván számára is nagy kívás volt a castingon kiválasztott fiatalokból csapatot építeni, olyan csapatot, amely kész a fiataloknak, fiatalokról szóló darab eljátszására. Meglepetés vagy ajándék, szóval, hogy hát úgy álltunk neki ugyanolyan komolysága, mint bármelyik másik munkának. Annyi a különbség, hogy egyszer csak így... Azért ilyen 10 évente van ilyen, hogy valahogy ilyen olyan körülállás van, pláne a zenés műfajnál, ami ugye mindig azt mondjuk, hogy zenés műfaj, könnyű műfaj. Nem csak olyan értelemben, hogy hát olyan szempontból szokták mondani, hogy könnyű műfajnak, hogy könnyebben befogadható, oldottabb, viccesebb, aranyosabb, bájosabb, nem tudom micsoda, és hát azért tudjuk, hogy ebben a műfajban azért a Nyomorultaktól a Jézus Krisztus szupersztáron, hát azért nem csak ez a fajta könnyedség létezik, hanem lehet ezt a műfajt talán más gondolatokkal, értékekkel is csinálni. És hát ez egy olyan csapat jött össze, aki azt gondolom, hogy hát azt lehet mondani, hogy ha úgy fog sikerülni a dolog, ahogy ezt gondoljuk, valószínű, akkor ez nem egy előadás lesz, hanem ez egy ügy. Nem titok, a darab Rovó Tamás koreográfus számára is magában hordozza a musical játszás összes értékét, tapasztalatát, hiszen nagyon pontos életképet mutat arról, hogy a mai tehetségkutatók világában a könnyű siker, a sztárság tiszavirág életű, ha nincs mögötte munka, áldozat és harc. Nehéz megszólalni egy összpróba után egy fantasztikus csapat, és tényleg nagyon nehéz, mert... Olyan iszonyatos módon dolgoznak, és olyan alázatosak, és olyan szinten teljesítenek, amit én 25 éves pályafutásom alatt színházban még sose láttam. Tehát ezt is nagyon őszintén és komolyan mondom. Nagyon-nagyon nagy kihívás, iszonyatosan kemény munka, tehát gyakorlatilag mi most már azért két hónapja tulajdonképpen reggel 9-től este 10-ig. Iszonyat sok táncpróba, nagyon kemény táncok, nagyon sok ének, nagyon komoly színészi feladatok, tehát hogy ez egy... Nem is tudom, hogy én csináltam-e valaha életemben ennyire komplex előadást, mint ez a mostani. És hát óriási várakozással tekintek én az elé, hogy a nézők mit fognak elszólni. Én magam is, aki alkotom ezt a darabot táncilag, sokszor borzongva ülök a nézőtéren, és tényleg azt látom, mert ezek a fiatalok egész egyszerűen valami olyan elementális erővel képesek próbálni, hogy volt itt olyan próba, amikor gyakorlatilag az egész színpad elérzékenyült, és mindenki sírt. Tehát a színpadon lévők, a rendező környezet, én sírtam, a rendezőasszisztens, mindenki egyszerűen olyan pillanatok teremtődnek a színpadon, hogy valami fantasztikus. És én azt gondolom, és nagyon bízom benne, hogy az előadás is az lesz. A darabban a szereplők önmagukat játsszák, lelkes, feltörekvő színészeket, zenészeket és táncosokat, akik remélik, hogy egy nap az ő nevüket is ugyanúgy ismerni fogják, mint a musicalt. Egy bizonyos, ez egy bakancslistás darab, ezzel a csapattal mindenképpen. Az első pillanatokban azt hittem, hogy mi egy
mi egy színdarabot fogunk próbálni, aminek Fém a címe, de minél inkább megyünk beljebb ebbe a próba folyamatba, és közeledünk a bemutató felé, azt érzem, hogy mi ezt a darabot nem próbáljuk, hanem tényleg éljük. Tehát a zenészeknek zenét kell próbálniuk, a táncosok iszonyat sokat melóznak szabad idejükben a rúdnál, itt a színpadon, a próbateremben, a rengeteg énekpróba van, tehát gyakorlatilag ebben a színházban lett egy művészeti iskola az elmúlt két hónapban, és gyakorlatilag megtöltjük az egész épületet, mindenhonnan zene szól, mindenhol izzadt, táncos, csapzott emberek jönnek, mennek a folyosón, akik elképesztő fáradtak a egész napos próbájuk után, úgyhogy hát nagyon jó azzá válni úgy igazán, amit a színpadon is alakítunk. Hála az égnek volt már lehetőségem sok előadásban játszani, de az, ami itt megszületik és ami itt van közöttünk, ilyet én még nem tapasztaltam, és ezt teljesen őszintén mondhatom. Az, hogy egy ilyen csodálatos csapat, egy ilyen jó előadást csinálunk, ez hihetetlen, és nagyon fájdalmas, szó szerint, mentálisan és fizikailag is, de azt gondolom, hogy ez a munka most megérik, és nagyon bízom abban, hogy ez el fog jutni a nézőkhöz, mert csodálatos lesz. A Carmen szintén kettős szereposztásban játszó fiatalok számára is élményt jelentett minden a színpadon töltött pillanat. Kiderült, hogy az Iván nagyon jó pedagógiailag, és ugye mi pályakezdők, nekünk ez nagyon fontos. És valahol sejtettem, hogy ha csinálunk egy előadást, és egy ilyen előadást, akkor valami teljes dolog fog születni, és sokkal többek leszünk általa. Tehát maga a próba folyamat, ugye egy tanulási folyamat is, tehát nem csak dolgozunk, hanem tanulunk is. Úgyhogy én bíztam benne, hogy ez így lesz, hogy összerakjuk a magasságot, mélységet, mind lelkileg, mind a táncok szempontjából, illetve nyilván a zene oldaláról is. Amikor ugye kiderült, hogy bekerültem az előadásba, és megismertem a társaimat, akkor éreztem, hogy itt valami különleges, itt valami megismételhetetlen fog születni, mert egy olyan csapat részese lehetek, ami még életemben soha nem volt, és szerintem kevés embernek adatik meg, hogy egy ilyen szuper és remek csapat részese lehet. Sok tényezőnek kell összejátszani ahhoz, hogy valódi érték szülessen. Ez a musical a fiatalok útkereséséről szól, miközben bepillantást enged a kulisszák mögötti világba is, amely már korán sem olyan csillogó, mint ahogy az kívülről látszik. De mi a darab láttán reménykedhetünk, hiszen tudjuk, hogy a tehetség egy szerencsés állapot, és a fém valóban róluk mesél. Fergeteges koncerttel köszönt be országjáró körútján Majka és Curtis a Ligetbe. A két rapper koncertjéhez az önkormányzat is hozzájárult, hogy az érettségizők is ott lehessenek a nyár egyik kiemelt zenei találkozóján. Koronavírus járvány alaposan megritkította a koncerteket, ti viszont folyamatosan dolgoztatok. Milyen új dalok születtek? Hú, hát született egy pár,
kicsit így ilyen kényelmessé is tett minket, mert hogy nem tudtuk, hogy melyikkel jöjjünk ki, és ilyen bajba voltunk azzal kapcsolatban, hogy a közönség szerint mi a jó, meg szerintünk mi a jó. De aztán hála a jó Istennek, így most folyamatosan, majd augusztus elején jön megint egy dal, igaz? Augusztus elején jön majd megint egy dal, meg talán majd évvégén. Csak egyébként nem volt ezzel baj szerintem ilyen szempontból alkotás ügyileg, hogy mi előre tudtunk dolgozni. Szóval most... Nekem volt időnk, ja. Mert egyébként, amikor ez van, ami most van, hál' Isten, hogy végre vannak bulik, akkor nem tudunk dalokat írni, meg dalokat szerezni. És most legalább így meg vagyunk, és tudunk dolgozni, tudunk fellépni, és akkor amikor szeretnénk dalak kijönni, akkor kiadjuk majd, vagy klip formájába. Igen. Amellett meg úgyis mindig írunk valamit, vagy Petinek jut eszébe valami, vagy nekem egy ötlet, és akkor igazából ez így ilyen, mint a villámcsapás, egyszer csak jön egy széllökés, és akkor írunk egy új dalt, szóval. És már kész van négy, szóval. Igen. Meg egy kicsit kényelmesek is vagyunk abból szempontból, hogy ugye általában mi nem is szeretjük azt mondani, hogy egy éven belül van, mit tudom, 6-8 dal, most a feat-eket azokat nem számoljuk ide, hanem hogy Curtis Majka dal, mit tudom én, szerintem egy kettőnél több, nem nagyon van egy évben, 2-3-nál. És ugye az már nekünk megcsinálja az egész nyarat, meg az egész évet, és hogyha eladjuk a koncertre a jegyeket, meg eladjuk magunkat a fesztiválra, akkor azt gondolom, hogy nem is kell több, hogy nem kell az, hogy vannak olyan előadók, akik 2-3 hetente jönnek dalokkal, szerintem ez teljesen olyan burnout lesz a vége, hogy akkor maximum lesz egy 2-3 jó évük, nekünk meg mi meg nem ennyit tervezünk, tehát azért még szeretnénk egy ilyen, egy tízes még azért szeretnénk ebből a jó időszakból kihozni. Barátságotok a régi, ez megerősítés mindkettőtöknek? Az, persze. De abszolút, ez nem kérdés. Azt beszéltük, igen. Pont tegnap volt, adtunk egy interjút a Indexnek Debrecenbe, és hogy tavaly előtt, ugye, amikor elindult a cigány zenekaros turné a 100 tagúval, akkor jött vissza Attu, és Tatabányán léptünk fel először, ugye másfél év kihagyás után jött vissza Attika hozzánk. És konkrétan olyan volt, mint... Tényleg, de meg se történt volna előtte. Nem is lett volna szünet. Igen. Tehát, hogy azóta meg aztán végképp. Ugye volt egy jó másfél éves leállás, mert mi okosan abba hagytuk már ugye még a koronavírus járvány előző évben 4 hónappal a koncerteket, hogy mi pihenünk, azt nem tudtuk, hogy az ilyen hosszúra nyúlik ez a pihenés. Úgyhogy aztán másfél évig mi teljesen megálltunk, és most kezdtük újra, de teljesen ugyanolyan minden, mint előtte. Sőt, nyilván egyébként ugyanaz volt, mint általában mindig, hogy kell teljen egy 3-4 koncertnek, 5-nek, mire összeáll az egész olyanná, amilyen mi akarjuk, és onnantól kezdve, mert tegnap például ez a tegnapi debreceni kampuszfesztivál, hát ez valami olyan élmény, ami miatt érdemes ezt az egészet csinálni. Annyi ember volt, olyan felvételek készültek, olyan hangulat, az, hogy... Mert van, sok helyen vannak sokan, hála jó Istennek, de hogy ennyire együtt éltek, a közönség ennyire együtt élt velünk, és annyira helyén volt minden, tényleg... Profi. Nagyon jó volt. Hát meg már látszik az embereken, hogy nagyon ki vannak erre éhezve, hogy legyen valami. Reméljük, hogy nem isszuk meg ennek a levét majd ősszel, de ha már a nyaraink szabadok, én annak is örülök, nekem az is jó, hogyha nyáron megyünk és télen nem csinálunk semmit. Én már 42 éves vagyok, én azért nem baj, hogy télen nem csinálunk semmit. Arsra humás, folygóró, való, izgató, mindent megváltoztató. Olyan a forma, hogy melegebbet, még hozzá sem szó, te már megetetek. Hát legyen, visszamél a hordó. Ezt a koncertet részben a Fehérvári Önkormányzat ajándékozta az érettségizőknek. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos, hiszen az érettségizőknek példa és példakép vagytok, és a zenéteket mindenki nagyon szereti. Ez is megerősítés, hogy ez a korosztály szeret benneteket? Hát az nagyon jó, hogy ez a korosztály szeret minket, mert hogy most, ahogy így kinézek, azért látok annyi rövidnadrágos kis csajtot, hogy ezt azért látványról nehezen kárpótolja bármilyen más korosztály is, de ettől függetlenül szerintem nekünk igazából az, hogy most eljutottunk oda, hova eljutottunk, és hogy ilyen szép pozíciót foglalunk el a magyar zenei palettán, az annak is a függvénye, hogy gyakorlatilag tegnap előtt is Keszthelyen voltunk, és néztük, hogy
hogy az a 65 évestől a 5 éves gyerekig, hát mindenki jó hozzánk. Kis gyerekes családtól kezdve tényleg a fiatal... Tehát nem rétegzene vagyunk. Igen, hanem hogy tényleg, hogy eléggé tág ez az egész korhatár nálunk, és ez tök jó. Két hét múlva ünnepled a születésnapodat, ezúton is gratulálunk. Milyen lesz az ünnep? Hát az ünneplés az a Budapest Park nagy színpadán zajlik majd, 5-én van a születésnapom, 5-6-7 tripla parkot torunk, ami egy történelem Magyarországon, ilyet még soha senki nem csinál, dupla parkot se, tehát házzal hármat meg aztán végképp nem. Fantasztikus. Tehát nem tudom elmondani, hogy ez mekkora... Tehát amikor azt gondoltuk, hogy felmentünk a Papp László arénának a színpadjára, és gyakorlatilag gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy én ott lehettem, akkor még nem gondoltam azt, hogy például a Budapest Park, ami a legnívósabb budapesti, sőt közép-kelet-európai szabadtéri helyszín, azt megtöltjük háromszor egymás követő nap, nem egy nyáron, mert olyan van, hogy valaki megcsinál júniusban, meg augusztusban is, de hogy három egymás követő nap, mi oda beviszünk 11 000 embert, hát ez... Erre szavak nincs. Ennél szebb szülinapi ajándékom nem lehetne erre a 42 éves születésnapomra. Hát azzal fog telni, hogy lenyomjuk a bulit, és majd 5, 6, 7, és 7-én pedig majd sátánistáskodás. Folytatódott a művészkorzó, a Városház téren Füredi Nikolett és Buch Tibor zenés összeállítását hallgathatta meg a nagy érdemű. Kiválatos előadással folytatódott a művészkorzó. A Városház teret zsúfolásig megtöltő közönség legnagyobb örömére Füredi Nikolett és Buch Tibor, a Honi Musical és Operett műfaj koronázatlan királynője és királya lépett színre, hogy elűzve a felhőket elvarázsolja a belvárosba látogatókat. Koncentráltunk rá, hogy elmenjenek a felhők, mert azért tegnap elég ijesztően látszott a helyzet. Bevallom őszintén, most itt megláttam a kamerát, megláttalak titeket, és megláttam a sok nagy méretű közönséget, és az a mondat szakadt ki belőlem, hogy hűha, itt már tényleg énekelni kell, mert hogy ugye a tegnapi nap, a tegnapi készülődés a Bormámor szerelemre, azért az rendesen kivette az energiánkat. Rengeteg izgalom volt, rengeteg készülődés volt, rengeteg próba volt, rengeteg hangpróba volt, és aztán hihetetlen energiával csaptunk bele a tegnapi előadásba. Hála jó Istennek meg is lett az eredménye, mert nagyon jó kis előadás volt, a végén állva tapsolt az egész közönség. És az jutott az eszembe, ahogy jöttünk ide, nem akarok nagy dolgokat fölhozni, Petőfi Sándor, ahogy vándorolt, mint vándorszínész, vándorolt az ország területén, ők nem foglalkoztak az esővel. Mi pedig azt az információt kaptuk, hogy ha talán megint klasszikust szabad idézni, Nagy Ferót, hogy ha eső lesz, nem lesz. Holnap buli lesz, ha eső lesz, nem lesz. És akkor, hogy mi meg így megijedünk egy kis rossz időtől, egy kis esőtől, hát a technika persze az nem bírja. Minden esetre nagyon-nagyon jó érzés, hogy ennyi ember jött el, nagyon-nagyon jó érzés, hogy újra énekelhetünk, fantasztikus kolléganőmmel, Füredi Nikivel. Francba a kötét, a semmi.
sem véletlen, hogy Füredi Nikolett abszolút közönségkedvenc szerte az országban és Európában is. A Budapesti Operettszínház művésze ezúttal is kitett magáért, csodapillantokkal ajándékozta meg hallgatóit. Tegnap egy picit reszkető szívvel néztük az időjárás jelentést, és úgy tűnt, hogy lehet, hogy ez a mai esemény sajnos nem lesz megtartva az időjárás miatt, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy végül is sikerült tényleg ezeket a felhőket elfújni. Mi minden erőnkkel azon voltunk, és nagyon-nagyon szorítottunk és drukkoltunk, mert nagyon-nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel jövünk mindig Székesfehérvárra. Nagyon szeretünk itt lenni, imádjuk a közönséget, és tényleg mi is azt gondolom, művészek is nagyon ki vagyunk éhezve. Most már jó ideje arra, hogy találkozhassunk a közönséggel. Ismét bebizonyosodott, ha szombat, akkor belváros. A hangulatos kis utcákban tett séta után 17 órakor érdemes a jövőben is a Városház tér felé kanyarodni, ahol színészek, énekesek, táncosok, kórusok szórakoztatják az arra járókat. Minden héten más művészekkel találkozhat, kicsi és nagy, fiatal és idős. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden ugyanitt, viszontlátásra!